Jó napot, kedves kis páncélkraftjaim! Én Mata Barna vagyok, és ez itt a Let's Play Hearts of Iron 3 következő része! A legutóbb elkészítettük a tervet a szovjet támadás ellen. A szovjet támadás ellen? A szovjetek elleni támadáshoz! Szóval, hogyha nem voltatok itt, a terv a következő. Itt a páncélgránátosokkal elvágjuk a balti térségben almásozó szovjet erőket, majd gyalogsággal ledaráljuk őket. Itt a harmadik páncélos hadtesttel és az egyik itt állomásozó gyalogos hadtesttel elvágjuk a Közép-Lengyelországban állomásozó erőket, majd felmorzsoljuk őket. Majd itt élen a változatosság kedvéért az első és második motorizált és páncíros, valamint a motorizált és páncíros hadtestekkel elvágjuk az itt állomásozó erőket és a magyar és román erőkkel felmorzsoljuk őket. Majd onnan tervezünk tovább. Valamint, hogyha emlékeztek, legutóbb március 5-ére terveztem a támadást. Viszont elkövettem azt az egyetlen aprócska, icike-picike hibát, hogy a csapataim nem voltak a fronton. Úgyhogy várnom kellett pár napot, hogy kijerjenek, valamint újra szerveztem a keleti erőket. Szóval van az északi és a déli hadsereg csoportunk. Mindkettő két-két hadseregből áll. Az északi hadsereg csoporthoz itt van a harmadik hadsereg. Ez tartalmaz 4 gyalogos hadosztályt, valamint egy páncélgránátos hadosztályt. Ez lesz a felelős ezért a hadműveleti rit lényegében. Valamint a negyedik hadsereg. Ez 4 sima hadosztályt tartalmaz, ezzel fogják felmorzsolni az itt állomásozó ellenségeket. Meg ezek lesznek felül csak a bekerítés északi részéért. A déli hadsereg csoporthoz tartozik a teljes páncélos hadseregünk, akik itt a ezért a bekerítésen, meg ennek a bekerítésnek a feléért fognak felelni, valamint egy hadsereg, ami tartja a frontot, amíg a páncélosok manővereznek. Úgyhogy, kezdjük meg a Barbarossa hadműveletet. Magyarország belépett. Románia is mellénk állt. Remek. Remélem, hogy Japán is hamarosan beszáll, hogyha felkészül arra, hogy megtámadja Mancsúriával határos szovjet tartományokat. Úgyhogy. Itt hagyjuk Hell gyalog hadosztályát. Meg egy ilyen nehéz páncélos gyalogos hadosztályt. És megkezdjük az áttörést. Itt marad 2 gyalog hadosztály. Átörünk még egyel. Ott is marad 2 gyalog hadosztály. És ott marad a gyalog hadosztályok főparancsnoksága. Páncélgránátosokkal megyünk tovább, ott hagyunk egy hadosztályt és a parancsnokságot. Majd a többivel törünk tovább éjszakra. És pont körbe fogjuk venni az ellenséget. Ekközben itt hagyjuk ezt a két szimbla gyalog hadosztályt. Ezekkel megkezdjük az áttörést. Itt hagyunk egyet, áttörünk, itt hagyunk még egyet, törünk tovább, és itt hagyunk még egyet, törünk tovább. Ahogy is itt ezt elfejtettem, ide fogjuk bedobni az ejtőernyőseinket, hogy így megkönnyítsük a folyón való átkelést a páncélosokkal, meg bevegyünk egy erődöt. Úgyhogy az ejtőernyőseket dobjuk is fel a gépre, és dobjuk be őket ide. Valamint ide küldjük ezt a vadászegységet, hogy itt biztosítsák a légi fölényünket, sőt ezt is itt a környékre, ahogy ne bombázza az ellenség szarra a haladó páncélosainkat. A középbombázókkal pedig itt elkezdjük szétbombázni itt az erődöket Brest-Litovskban. Ez a rohadt nagy bombázó szárnyal pedig itt segítünk az áttörésben, így szerintem a gyalogságnak lesz egy kis gondja a páncélosokkal. Délről eközben itt ezekkel a páncerekkel megkezdjük az áttörést, itt hagyjuk a gyalogságot, tovább megyünk, egy hadosztály marad, tovább megyünk, még egy hadosztály és a parancsnokság marad, még egyel tovább megyünk. És így marad 2 hadosztály, és tovább megyünk. A roma testerit egyelőre várakozunk, felül fogjuk lemorzsolni az ellenséget, mert szerintem ide fognak visszamenekülni a Brest-Litovski erődbe. Eközben délen. Följük az első és második páncélos hadtestet, tovább nyúlunk itt a tartományjal, itt marad a gyalogság. Tovább nyúlunk még egyel, itt marad 2 motorizált hadtest, ő hadosztály. Tovább nyúlunk még egyel, itt az erődöt védi ez a 2 hadosztály. Elfejtettem mobilizálni, ez most esik le, itt marad a teljes motorizált hadtest. És innen megyünk tovább a páncélosainkkal. Egy egység marad egy tartományba, úgy döntöttem, itt tovább nyomulunk. Eközben itt marad 2 gyaloghadosztály. Itt marad 1 gyaloghadosztály, 2 gyaloghadosztály. És utána itt is elkezdünk egy-egy egységet, itt hagyni tartományonként itt 2-t. Itt egyet. Még egyet. Még egyet. Itt 3-at. És a parancsnokságokat. És Guderiannal és Mainsteinnel benyomulunk ide Cotinóba. Itt rögtön meg
Itt ezt támadás rögtön meg is indítjuk a gyalogságunkkal, hogy megpolítsuk ott egy kicsit a páncélosokat. Szerintem a páncélos elhárító fegyvereink elég erősek ahhoz, hogy itt át tudjunk törni. Valamint mobilizálunk a rohadt életbe. Ó, már mobilizáltunk, szuper. Ja igen, és van egy kis elégedetlenségünk, mert megint államosítottunk egy privát szektort. Úgyhogy, lássuk, hogy megy az offenzíva. Vége a német-szovjet együttműködésnek. Itt a ROM 6-estel segítünk az áttörésbe a folyó, mert itt lehet, hogy gondok lesznek. Aha. Itt is gondok vannak. Hát nem gondok vannak, csak lassú az áttörés, mert mégiscsak a szovjetek azok nem lengyelek, meg franciák. Haver, neked az a feladatod, hogy most azonnal kidobd az embereimet oda. Most. Támadás. Mi a büdös életen nem csinál semmit a... az ejtőernyős egységem? Mi az, hogy resting? Fuck you, támadás! Nem most sziasztázzatok! Imádom az emmit. Mi az, hogy március 11-től? Most a... Miért nem tudok korábban támadni? Ezeket nem helyeztem újra mostanában. Jó, akkor március 11-én este 8-kor indítjuk meg a támadást, hogy az ellenségnek legyen ideje odavinni egy egység az erődjébe. Szuper! Megint megkaptuk az együttműködő dolgokat, mert ugye megint hadban állunk és együttműködnek a csoportjaink. Itt ezt a páncélos... Nem támadjuk meg ezt a páncélos egységet, mert megijesztenénk és elmenekülne és azt nem akarjuk. Be akarjuk őket keríteni. Hellel itt segítünk megtámadni ezt az erődöt. Ugyanis itt viszont problémák vannak. Annak ellenére, hogy megjegyzem, rohadt nagy túlerőből támadunk, mert a szovjet erők nincsenek a fronton jó részt. Hát, de úgy... Ja, mert ez csak főhadiszállások, akkor a fronton vannak. Akkor kevesebb emberük van, mint gondoltam. Itt megkezdjük a támadásokat, hogy nehezebben meneküljön az ellenség. Meg hogy Varsó biztonságba helyezzük. Szuper, odavitt egy gyaloghadosztályt. Viszont Brest-Litovsk üres. A vadászaink szenvedtek egy kis vereséget ránézésre. Úgyhogy rámerem dobni az ejtőernyőseimet két gyaloghadosztályra? Nem. Ott viszont probléma lesz a folyómaló átkelés, hogyha... Oké, bedobjuk Brest-Litovskba az ejtőernyősöket. Március 12-én délben, mert fuck logic. És onnan meg fogjuk támadni ezeket az egységeket. Hogyha két irányból támadunk, mégiscsak könnyebb lesz a folyón való átkelés. Francia ellenállás, már megint a rohadt életbe. Itt valahol van egy ellenálló központunk, csak nem tudom, hogy hol. Ezek az egység randomra kifogytak az ellátmányból, annak ellenére, hogy itt állomásoznak már vagy egy éve. Sőt, már 3 éve, 4 éve. Lassacskán 5 éve. Tehát nagyon örülök, hogy az M ilyen jól kezeli az ellátmányomat és ilyen jól előkészíti, hogy hol lesz elhelyezve és mire van felkészülve vele. Oké, beértek az ejtőernyőseink. Ez a rohadék közben kivitte a gyalogságát. Oké, most átmegyünk ide. Az ejtőernyősök földiszállását olyan közel hozzuk hozzájuk, amennyire csak lehet. Ekközben ezekkel a repülőkkel biztosítjuk az ejtőernyőseink ellátmányát. Kesslerlinggel pedig itt továbbra is biztosítjuk a régi fölényünket. Ezek 16 óra múlva kész lesznek a támadásra, és így nem sikerült zártörés a szovjet páncélosok ellen, ez várható volt. Ott viszont az ellenség megpróbálja áttörni a román határt, az nem jó, az meg fogja nehezíteni a mi bekerítésünket. Oké, itt áttörtünk. Prága. Ja, hogy így nyertünk, oké. Remek, a francia ellenállók bevettek egy területet, küldjünk rájuk két halosztályt, hogy biztos ne lépjenek meg a rohadékok. Oké, ezeket itt ledaráljuk már, ezek csak főhadiszálláson meg gyaloghadosztályok. A páncélosait megfordította, ezek lehet, hogy gondot fognak okozni, de szerintem a szovjet páncélosok gyengébbek, mint a miénkek. Ezt a gyaloghadosztályt itt hagyjuk egy kicsit pihenni hátul.
Ezekkel így megkezdjük, ezekkel így segítünk az áttörésben. Az ejtőernyős hadosztály 16-án beír abba az erődbe, oké, szóval mégiscsak sikerült biztosítanunk a folyón való átkeréseink, mert... Miért mondtam már ki 15-ször, hogy a folyón való átkerést? Itt ez a 14.000 szovjet tartja magát a 137.000 emberünkkel szemben. Az ellenség közben ellentámadást nyitott Prágában. Mármint ebben itt. Oda mindjárt be is érnek a gyalogosaink és megállítjuk őket. Van egy Maus nevű tábornokunk, az szép. A románok adnak meg nyersolajat. Oké, itt éjszakon is sikerült áttörnünk. Ja igen, ugyebár a főhadiszállásomhoz annak a leggyorsabban, aminek nagyon örülök. Ugyanis ez azt jelenti, hogy mindig azok érnek oda legelőször és azokat pofon vágják. És jól tudom, itt nincs olyan opció, de itt van olyan opció, hogy ezért egyszerre érjenek oda. Aki akkor ezt ezentúl főhadiszállásokkal használjuk. Ezek pedig délután 4-re oda fognak érni abba a tartományba, és tovább fejlődtek a nehéz páncélosaink ágyúi. Oké, azt hiszem az ejtőernyőseim gyorsabban ott lesznek, mint az ellenség gyalogsága. Remélem, hogy a páncélosaim időben odaérnek, hogy támogassák az ejtőernyősöket. Lehet, hogy Brest-Litovskból kivonjuk ezt egységet, hogy effektíven tudjuk védeni a folyó átkelőt. Oké, beértünk, és tudjuk védeni, mert a miénk az erőd leginkább. Kell neked molotov vonalat építeni. Itt viszont az ellenség elkezdte kihozni a páncélosait. Ezzel nem tudok sok mindent csinálni, mert itt pont nincs annyi emberem, hogy le tudjam őket foglalni. És elkezdtünk kifogyni az ellátmányból, a kedvencem, végül is csak 1939 óta halmozzuk itt a nyersanyagokat. Imádom, hogy az MI kezeli a teljes ellátmányrendszeremet. A rohadt életbe. Mi ez a rohadt in, ahol most csodát vesztettünk? Itt. Hogy veszedünk a csodát? Ja, egyszerűen kimentek belőle az egységeink, oké. Ezeket nagyon gyorsan ide rendeljük, mielőtt ott elvágják a páncélosainkat. Itt másra közben a második hadtesteknek egy kicsit gondot okoz az áttörés. Két szovjet alosztály tartotta magát, három, amiből az egyik páncélos, akkor megértem. Ezekkel így segítünk majd az áttörésben. Itt a roham hatestel megtörjük az ottani ellenségeket. Itt pedig lassacskán végre megkezdjük az áttörést. Ez a földiszállás marad itt. Gyerünk, mozgás. Áttörtünk? Úgy látom, áttörtünk. Yep, oké, még egy tartományt bevettünk. Itt lelassítjuk a páncélosokat, mert szerintem mindjárt elkezd menekülni velük, vagy áttörni próbál majd. Itt közben a páncélgránátosok is áttörtek és elkezdték bekeríteni a balti régiót. És Litvániát, ami jogosan a miénk. Nem felejtettem el. Oké, itt az utolsó tartomány tart csak ki, de ezt nagyon jól védi. Na most, mit tegyünk? Egy tartományra tovább megyünk, azzal nem megyünk sokra, három páncélos hadosztállyal fogunk támadni ellene. Sőt, négyel. Rómát is bedobjuk a harcba. Guderian 5 óra múlva kész lesz a támadásra, az még nappal lesz. És szerintem elegen leszünk ahhoz, hogy áttörjünk. Ránézésre igen, hasonló számban vagyunk, és közben a másik irányból besegítünk a gyalogságunkkal. Ezeket pedig visszahozzuk ide, hogy védekezzenek, mert az ellenség megint megpróbál itt áttörni azért, hogy ne tudja segíteni éjszakon. Vesztettünk egy csatát itt, ahol egy főhadiszállásunk volt, csak ez hogy sikerült, úgyhogy még haladnak oda a gyalogosaink. Nem baj, oda fognak érni időben. Eközben itt az ellenség rájött, hogy itt be akarom keríteni. Nem tudok sok mindent csinálni. Itt ezzel a nehéz páncélosos gyalogos hadtesttel áttörünk erre. Hogy egy kicsit megnehezítsük azt, hogy bekerítsenek minket, mert itt el tudnak válni azért még eléggé könnyen. Itt pedig megy az áttörés, de az ellenség elkezdett kimenekülni a bekerítésből.
Ezeket így megállítjuk. Ezek meg kifogytak az üzemanyagból. Hurrá! Imádom az ellátmányrendszert, említettem már? Mi a büdös életér? Nem a legjobb az infrastruktúra, de nem olyan brutálisan rossz, és 5 éve halmozzuk valahol itt az ellátmányokat. Nem tudom hol, mert az MI ugye elég érdekesen halmozza az ellátmányokat. Tehát... Ne bassz. Ezt ugye nem mondott komolyan. Aki az összes egységünket közvetlenül Berlinből látjuk el. Bár nem lett volna logikus mondjuk Varsóban kiépíteni egy ellátmányraktárat? Nem, nem, minek az? Szuper. Ha mozgatom a főparancsnokságot, az változtatja az ellátmányraktárunk helyét. Megnyertük a kokki csatát. Nope, ez baromi módon nem változtatja az ellátmányraktárunk helyét. Szuper. Emiatt fogunk kifolyni az üzemanyagból Stalingrádnál. Előre szólok. Néringgel is besegítünk itt zártörésben. Nem, mert Néring nem itt van, akkor miért ölte ki? Oké, itt a gyalogsággal besegítünk körbevenni az ellenséget. Egy páncélosod osztály védi ezt a tartományt, Guderian ellen esélyük sincs. Ellár is bevették a partizánok, remélem az olaszok legalább ezt leverik. Úgy látom, itt a román határ többi részén nem akarnak áttörni a szovjetek. Itt gondot fog okozni a flotta, úgy látom. Ejtőernyőcsökkel bevették Bornholmot, konkrétan leszarom mondjuk. Viszont fogjuk a hadiflottánkat, és blokkád alá vonjuk itt a szovjeteket. Ezekről a tengeralattjárókról elvágjuk Arhangelsket. Mint hogy lett volna itt egy tengeralattjáró flottánál, igen ezek. Ezeket még közelebb küldjük Arhangelskhez. És a román kikötőben állomásozó flottákkal elvágjuk a fekete tengeri kereskedelmét. Így csak keletre tud kereskedni. És az ejtőernyőseinket legyőzték az erődben. Szuper. Ja, mert kifogytunk az üzemanyagból és nem érünk oda időben. Mert Berlinből kell ellátni a Lengyelországban állomásozó csapatainkat, mert emmi logika. Nem bajok, a Brest-Litovskot fogjuk tudni tartani. És hamarosan odaér a felmentő gyalogságunk északról legalább. Ezek valahogy nem fogytak ki. Lublin? Hol van Lublin? Ott. Ám már oda is először a földiszállásunkért. Oké, ez nem probléma, mindjárt odaér a gyalogság. Az ellenség megpróbál délen áttörni a román határon, de esélye sincs. Valamint éjszakon befejeztük a bekerítést, de itt szarban vagyunk. Egy gyalogosztályjal segítünk arra, azzal, hogy itt eltereljük az ellenséget. Ezekkel így besegítünk ott a támadásba. Egyel pedig éjszakra megyünk. Ja, most az ellenség próbál elkésődötten kitörni a katlamból. Szuper, Brest-Litovskot teljesen körbevették. Semmi gond, most ér oda a felmentő gyalogságunk éjszakról. Itt meg nem tudunk áttörni, mert nem volt üzemanyagunk és nem értünk ki oda időben, hogy az ejtőernyőseink még tartsák. Szuper, segítsünk be éjszakról a másik ejtőernyős egységgel. Akiket támadnak, mert az ellenség körbevette Brest-Litovskot a fent említett okok miatt. Jó kicsit velünk a játék. Törjünk itt át a Pralmatres egységeivel. Meg ezekkel a gyalogosokkal, amik itt állomásoznak. Mármint pálcélgrátosokkal. Háj, Hearts of Iron. Oké, azokkal a gyalogosokkal. Nem érdekel, hogy itt van a főadiszállásunk, megyünk éjszakra segíteni az áttöréssel. Az ejtőernyőseimet nem fogom feláldozni. Ezek 11-re oda fognak érni, és védik a tartományt. Itt pedig ezekkel áttörünk keletre. És megint kifogyott üzemanyagunk. Hát ez nem igaz. Oké, reggel 6-ra odaérnek, ezek pedig... Már szerintem odaértek volna, hogyha nem ugrik az orrukba egy ellenséges főadiszállás. Este 8-ra odaérnek. Elvesztettük a Rasseinai ütközetet.
Ó, a rohadt. Pedig odaért a teljesen kész adosztály, csak randomra elvesztettük. A finnekkel azért fontos a kapcsolatunk, tehát őrük nem kobozzuk rá a nyersanyagaikat. Oké, ezekkel átmenekülünk ide, közben ezt a adosztályt lehozzuk. Néha, amikor itt pont a csata végére, akkor menekülünk lefele. Amikor itt pont a csata végére ér oda egy hadosztály, akkor így randomra elveszítjük, mert nem tudom, így nem tudja időben a játék kiszámítani, hogy hoppá, odaért valaki. Közben így lelassítjuk az ellenséget azzal, hogy megtámadjuk őket a gyalogságunkkal. Az ellenség közben sűjjeszti a konvojainkat, szuper. Ezek remélem időben odaérnek, hogy ne kerítse be őket az ellenség. Igen, odaértek, oké. És a főadiszállás egymagában tartja a frontot? Az kemény. Ezekkel itt támadunk éjszakra, szintén segítünk. Oké, Brest-Litovskot sikerült felmentenünk. Támadjunk délre a nagyjából kész ejtőernyős adosztályunkkal. Szia ulajban elvesztetik az ütközetet megi... Mi a bűnös életért szovjet területre menekülnek a páncélgránátosaim? Meg tudná ezt valaki mondani? Logika. Hogyha innen menekülnének, akkor simán megcsinálnám azt, mint az előbb kicserélném ezt a adosztályt arra ott, de nem. Azok oda menekülnek. Ha ez a két terület a miénk, akkor ugyanúgy be tudjuk keríteni az ellenséget, szóval lehozzuk ezeket a páncélgránátosokat Sziavlájba. Itt pedig ennyivel előbbre toljuk a határt. Az ellenség sűjeszti el a konvojainkat. Vannak itt való gépeim? Nincsenek. Hát azért nem tudom mennyi lesznek effektívek, de kiküldjük őket, hogy bombázzanak le annyi ellenséges tenger alatt járót, amennyit csak tudnak, de nem ott. Jól van Keller. Logika. Oké, itt úgy tűnik sikerülni fog a bekerítés, át tudjuk törni ezt az erődöt még így is, hogy nincsenek hozzá ejtőernyőseink. Hogyha lenne üzemanyagunk, akkor pedig előbb is odaérnénk mind az ellenség gyalogsága, de nincs üzemanyagunk, mert miért is lenne üzemanyagunk, amikor 5 év állomásozunk itt és építjük fel a raktárainkat. Kezdjük innen beszorítani az ellenséget. Ekközben még délen befejeztük a bekerítést, kész van a katlan. Itt is elkezdjük beszorítani őket, amennyire csak tudjuk. Ó, végre ideértek a szlovákok, szuper. Ezennek itt nincs üzemanyaga, mert miért is lenne? Mondtam már, hogy 5 éve itt állomásozunk? Felrendeljük oda a Rommel páncélosait, mert idén kicsit túl sok egységünk van. A végén még kifogynak az ellátványból. Oké, szóval két bekerítés biztos sikeres, az egyikből lehet, hogy még katasztrófa lesz ebből itt. Oké. Mit tegyünk itt? Ott át fogunk törni, tehát hell egységét nyugodtan fel tudjuk rendelni ide. Menetben. Ezeket lerendeljük, mert ezek itt már tudják magukat tartani. Oké, ezt pedig nem szeretem csinálni, mert ugye visszavonjuk egy kicsit a frontunkat keletről, de elkezdjük ezekkel az egységekkel felmorzsolni az ellenséget, mert sietnünk kell a bekerítéssel. Itt ezt a motorizált hadosztályt meg akarom semmisíteni, főleg, hogy vannak mellettünk nehéz páncélosok is. Románoktól veszünk még több nyersolajat. Oké, itt mégse törtünk át, mert az ellenség oda tudott vinni egy pár hadosztályt. Amik még tartják magukat, de éjszakról elkészült a bekerítés. Lehozzuk Brest-Litovskba ennek a hatásnak a fő hadiszállását. Itt pedig segítünk az ejtőernyősökkel az áttörésben. Megint elvesztettünk itt egy ütközetet. Oké, itt fontos, hogy nagyon gyorsan leérjen ide a gyalogságunk, meg hogy hell fölérjen. Most kihasználjuk ezt, hogy az ellenség most nem tám... Kedves Harcova Iron 3, szólattál volna, hogy ezzel az egységen fogja magát és megáll és lerezdeni a menetét. Ugyanis elméletre most át kéne tudom menni. Ja, azért nem tudok átmenni oda a stratégiai áthelyezkedés, mert ez a tartomány támadás alatt van. Oké. Ezekkel itt tovább nyomulunk. Sűjesztik a konvojainkat, be is segítünk.
Közben ezek leérnek. Oké. Akkor itt abba adjuk a támadást. Hellel mehetünk éjszakra. Mi volt az Joms? Nem írja a log. Akkor Josm. Nem, akkor nem tudom, hogy mit vesztettünk el. Ránézésre minden rendben van. Kóp tényleg nem tudom. Na mindegy. Itt megy az áttörés, nagyjából besegítünk. Itt ez a rohamhadosztály segít átkelni a folyón. És ott egy páncélos hadosztály rohadt életbe. Ez is meglépett. De most már nem is próbálja tartani a szerődet, már csak menekül mindennel, amivel tud. Ami sajnos eléggé sok. Na jó, nem már, hogy 600 tiszt egy főhadiszállással mindenféle páncélos nélkül megállítson minket akár egy órára is. Ezt tartom, amit bevettük, innen vissza is vonjuk ennek a hatásnak a főhadiszállását. Brasnitovskot megtámadták. Oké, úgy látom az ellenség itt átfogóan megpróbálja áttörni a bekerítésünket. De nem megy neki. Jelzem, hogy olyan elkeseredett végső roham. Itt elkezdjük felmozsolni őket már. Mindjárt beérünk ebbe az erődbe. Veszettünk egy csodát CDC-be. Igen, a főhadiszállásunkat áttörték, micsoda meglepetés. És bekerítettük őket, szuper! Kevesebb mint egy hónap és három rohadt nagy haderőt bekerítettünk. Itt elkezdünk áttörni és felmozsolni az ellenséget, meg itt kiütjük ezzel ugye a tenger alatt járó bázisait is. Sajnos elég jó erődjei vannak, de ellátmánya nincs ugye be. Ott éjszakon át tud törni a bekerítésen. Arról ott életbe. Hát hozzuk ide egyenest. És ezzel a páncélgránátos hadosztállyal átmegyünk és befejezzük ott a bekerítést, hogy nehogy itt áttörjön. Oké, itt sikerült egy a bekerítésen belül bekerítenünk pár hadosztályt. Itt tartjuk Jaroszlavot. Oké, itt Zelenség nem fog áttörni, a románok tudják tartani a frontot, úgy látom. Viszont Guderiannal és Mansteinnel itt felmentjük őket. Megsemmisítjük ezt a motorizált hadosztályt. Mind a kettőt, ami azt illeti. Megnyertük a Kalusini csatát. Oké, itt is ketté vágtuk a katlant. Az ejtőernyőseink jól tartották magukat. Innen tovább fogunk nyomulni. Jelgavát bevette az ellenség. Ja, itt kezdi megtörni a bekerítésünket. Viszont az ellenség elrendelte az összes hadosztályát Finnország környékéről. Nagyon örülnék, hogy a Finnország belépne a háborúmba, ahogy azt lehet történelmileg esetleg. Április 1-je van, most mondjuk meg a szovjeteknek, hogy igazából nem is támadtuk meg őket. Kapjuk az emberi erőforrásokat, meg az ellátmányt. És tovább fejlődött a termelésünk. Oké, ezeket innen kivesszük, mert ezek jövőbeli technológiák már nem is annyira fontosak most már. Mire vesztegetek ilyen rohadt sokat? Arra, hogy rendbe hozzam a közvéleményt, hogy már rendben van. Drohojnál megtámadtak minket a szolganál itt. Oké, ezt ott megvédjük, az ott nem lesz probléma. Itt viszont áttörünk a gyalogsággal. Szerintem már... Ja, már eléggé levittük az ellátmányát ahhoz, hogy akár a gyalogsággal is át tudjunk törni egy páncélos hadosztályon, hogyha kell. Mert ugyebár megyünk Jaroszlavba. Ezek a gyalogosok támadás alatt állnak, igen. Egy páncélos hadosztály támadja őket, azt hiszem innen. Úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha modellel meg tudnám támadni, de neki randomra nincs ellátmánya. Nem tudom, hogy ez megint csak hogy sikerült, mert a rajta túllévő egységnek van ellátmánya, tehát elméletileg valahogy így kéne venni az ellátmány konvojunknak. De nem, neki nincs. Hozzuk ezeket a motorizált hadosztályokat és segítsünk a támadásba. Itt törjünk át ezen az erődön, mert ott már korábban átkeltünk a folyón délebre. Ez
ezeket a páncélos erőket így felmorzsoljuk. Ez úgy 35 000 ember, ebből két páncélos hadosztály is van. Szuper. Semmisítsük meg őket még mielőtt az ellenség itt áttörne, bár remélem, hogy menni fog neki. Oké, így is több páncélos beterítettünk. Oké, egész jól ment ez a hadművelet. Rosszabbra számítottam, amikor itt elkezdték áttörni a bekerítésünket. Mi foglaljuk le az ellenséget. Még mielőtt áttörnék ott a bekerítésünket. És... segítsünk be itt ezekkel a gyalogosokkal, nem innen, hogy itt át tudna törni. Valamit így kitoljuk a folyóig a frontot. Nem akarok hagyni neki egy hídfőt, ahol be tudja vinni a páncélosait, hogyha esetleg ellentámadásra készül éjszakon. Ott mennek legkevésbé jól a dolgok, tehát ott lenne logikus egy ellentámadás. Oké, csúsz gyalogosaival elkezdjük felmozsolni az ellenséget, ami páncélos hadosztály, mert van benne egy nehéz páncélos támogató ezred. Ezt a főadiszelest feljebb hozzuk. Ezeket egy kicsit feljebb hozzuk. Ezeket egyértelműen feljebb hozzuk. Ezeket úgy szintén. Sőt, ezeket bevisszük be Eszletózgó, mert ugye ezek az ejtőernyőseink. Ez jó itt, ahol van. Ezek nagyjából jók. Ezt délebbre hozzuk, ezt éjszakabbra visszük, így. Svájc pedig vásárolt tőlünk ellátmányt, vásároljon, most még van. Brest-Litovskot megvédtük. Az ellenség viszont itt egy kicsit áttörőben van. Itt két tartományban is, ez nem lesz jó. Oké, ezek már mennek oda éjszakra. Küldünk mellék egy gyalogos hadosztályt. És ezekkel elmegyünk éjszakabbra. 8-ára érünk oda. Oké, addigra át kell itt törnünk ezek szerint. Muszáj lesz. Nincs választásunk kimondottan. Megtámadjuk az ellenséget itt Hajnovkában. Narevben nagyon le van mozsolódva az adosztály. Ezek maradnak itt. És innen rendelünk egy gyaloghadosztályt Narevbe. A fenébe áttört az ellenség. Oké, viszont most nem megy a csata, tehát most tudok menni stratégiai újrahelyezkedéssel. Mert paradoxalika. Elsüllyesztettünk egy szovjet konvojt. Helyes. Na, ideje volt, hogy nekünk is sikerüljön. Hajnovkát is elvesztettük. Ez nem jó. És de nem is tudok menni stratégiai újrahelyezkedéssel, mert ott ugyebár az ellenség támad. Rausszal segítünk itt áttörni, pontosan megpróbálunk ott áttörni. És az ejtőernyőseinkkel megpróbáljuk bevenni ezt a tartományt. Nyertünk Bialystok Minsknél. Ja, Bialystoknál, oké. Oké, valahogy mégis tudom magamat tartani Narevnél. Az adosztály marad itt. Ne legyünk hülyék. Itt áttörjük az ellenséget, oké. Ezzel kitoljuk a bekerítést és semmire sem megy azzal, hogyha Narevnél megtöri az erőinket. Oké, úgy tűnik, hogy Svitzlocot tudjuk védeni. Itt pedig elpusztítjuk az ellenséget. Remek. Oké, ez a bekerítés sikerült. Már nincs kérdés. Narevnél áttört, viszont itt kitoljuk egy tartománnyal a bekerítést és ugyanúgy benne lesz egy katlanban, csak egy tartománnyal odébb, ami még messzebb is van az erődjeitől. Svédország vásárolt tőlünk ellátmányt, Románia ad el nekünk kőolajat. Itt éjszakon lehet, hogy problémák lesznek. Ezzel az egységgel abbahagyjuk a támadást, ezzel úgy szintén, mert lemorzsoltunk egy kicsit. Itt több páncélosra lenne szükségünk, az igazság. Így. Délen pedig nagyjából megy a felmorzsódás. Mármint nem morzsódás. Mazsúdás és kész. Nem érdekel, hogy márra. Oké, Modellnek végre van üzemanyaga. Támadjuk meg itt a várost. Itt pedig törjünk át ezeken az erődökön most már. Ezeket így meg tudjuk semmisíteni. Ezeket itt úgy szintén.
Tehát mikor érnek oda? 4 nap? Állj az Isten itt, az ott lehet, hogy kicsit sok lesz. Egyszerre megyünk Wildlinggel. És reméljük, hogy ezt, ennek az osztálynak a támadását abba adják, mert akkor meg tudjuk támadni ezeket itt. Oké, az ejtőernyőségünk egy kicsit lelassítják őket. Itt pedig betámadunk a gyalogságunkkal, hogy még inkább lelassítsuk őket. Fölmegyünk itt a Roma testtel, meg azokkal a páncélgránátosokkal. Itt pedig kimegy oda. Ezek itt, Aulébb. Oké. És kijön ide. Ők és ők. Nem. 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 Ezek, oké. A maradékkal pedig támadjunk szintén erre. Elveszettük a hajnokkai támadást, nem baj, mindjárt tudunk támadni gyalogságunkkal is. Oké, és most reméljük, hogy nagyon gyorsan ide fogunk érni Volkovviskbe. Gyalogságnak mennyi idő kell? 10 óra, oké. Annyi idő alatt szerintem az ellenség nem ér át Narevbe, hogyha mi is érünk át Volkovviskbe. Jurmalát megszállták a szovjetek, és ezzel megtörték a bekerítésünket, oké, ennyi. Ez a bekerítési tészakon nem sikerült. Visszavonjuk az erőinket. Ezzel itt tartjuk a bevett tartományt, hogy ez az egység innen éjszakról ki tudjon jönni. Ezt a frontot szerintem, amit itt kialakítottunk, tudjuk tartani. Itt segítünk az áttörésben. És Gudovius. Oké, megindult a támadás, az ellenség már nem tud menekülni. Pontosabban jóval nehezebben tud menekülni. A japánok adnak el nekünk ellátmányt, nem kösz, van bőven. Mi azt írja, egy kicsit többet fektetünk az ellátmánygyártásba azért. Felvisszük az erősítésünket, és többet fektetünk fejlesztésekbe, mint gyártásba. És megnyertük a Lvovi csatát. Oké, itt Zelenség már teljesen el van szigetelve. Itt felszadaltuk őket 4 különböző kis katlanra. Gentével betörünk ide. Oké, azt a magyar erők már úgyis megtámadták. Itt északról már támadjuk ezeket jó ideje. Ezeket úgy szintén. Itt pedig nincs üzemanyagunk. De van egy pár egységünknek, ezekkel felmorzsoljuk őket. Oké. Itt pedig. Valahol bevetek egy tartományot. Ott északon az ott jó lesz, oké. Ti maradtok itt. Itt már nem tudjuk bekeríteni őket sajnos. Talán. Így. Így talán még sikerül lett valami. És úgy látom, oké, bekerítettük őket, remek. Innen már nem tudnak menekülni. Remek, bekerítettük az ellenséget, oké. Itt pedig már fogjuk őket semmisíteni. Ezeket lehozzuk ide erre, hogy esetleg ne kelljen még Narevbe harcolnunk velük. Stratégiai újrahelyezkedéssel. Hogyha ott van egy egységünk, akkor ugyebár nem tudnak oda menekülni. És Switzlossnál áttörtek. Oda is viszünk egy gyalogos egységet stratégiai újrahelyezkedésben. De ez már késő lesz, addigra megsemmisítjük az itt állomásozó ellenségeket. Azért pár egységet kirendelünk. Lehető leggyorsabban. 50 ezer ember plusz még az a pár hadosztály, ami még oda menekül. Az egy jó kis bekerítés volt, és ebben vannak páncélosok ugyebár. És vissza az biztonságban, és megsemmisítettük őket. Remek! Na de! Fagyóban van a helyem, úgyhogy már akár ennyi fel, de ez volt én már a Matabarna, ez volt itt a Let's Play Hearts of Iron 3, és találkozunk a legközelebb, amikor tovább folytatjuk az offenzívát. Addig is a viszont... Ládásra!